még azt mondta, hogy ilyenkor a karácsony még a kertek alján van. Valóban, de már megkezdődött az advent. A második Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskolán ismét megtartották a 8. adventi jótékonysági kézműves napot, amit Miklós napján szerveztek a filológia tanszék kampuszán. Miklós napjához számos népi hiedelem fűződik. Ha például ezen az éven kívánunk Szent Miklóstól valamit, az jövőre nagy valószínűséggel teljesülni fog. Ezzel és még hasonló a naphoz kapcsolódó népszokással is megismerkedhettek a résztvevők. A foglalkozást minden éven a jótékonyság jegyében szervezik. Az itt készített adventi díszeket a főiskola különböző tanszékeinek és tanárainak adják ajándékba, emelte ki Kész Margit, a hagyományőrző napszervezője. A célunk az, hogy a magyar tanszék tanárai összefognak és megvásárolják, illetve évközben összegyűjtik a kézműves munkához való anyagot, és a volt tanítványunk, Kalamics Éva kézműves segítségével dolgokat, gyönyörű szép natúr, főként natúr termékeket készítünk. És ezeket a elkészült tárgyakat a fő is, tehát a saját közösségünk számára készítjük. Hiszen ez nagyon fontos, hogy ebben a nehéz időben, amely most itt körülvesz minket, egymásra is figyeljünk. Nem nagy dolgok ezek, kapnak a tanszékek egy-egy kis tárgyat, a diákok készíthetnek saját maguk számára, illetve szeretteik számára tárgyakat, aztán a főiskola tanárai, akinek kisgyerekük van, megkértük, hogy jöjjenek el, ők is készíthetnek dolgokat, illetve mivel most Mikulás napjára esik ez a jótékonysági rendezvény, természetesen a középpontban lesz a Mikulás is, hiszen a Mikulás az többek között a gyerekek és a diákok védőszentje is, Szent Miklós, és nagyon sok hagyomány kötődik ehhez, például ma nem szabad kölcsönadni, nem szabad veszekedni, illetve ő egy olyan szent, aki a kívánságokat is teljesíti. És ha kívánunk ma valamit, akkor az valóra válik. Gondolom ma Ukrajnában, meg a világon olyat kíván valaki, amit nem mondhatok ki, mert tabu, de ez a négybetűs szó a legfontosabb. A nap folyamán a főiskola diákjai és oktatói Kaladics Éva Salánki kézműves segítségével készítették el saját díszeiket, amelyek többsége természetes anyagokból készült. Amikor elkezdtük először, még csak ilyen ajtódíszeket készítettünk borostyánból, és hogy egyre többször lett rá igény, ezért ugye én rengeteget kézműveskedem, és nagyon szeretem a néprajzot, meg a történelmi és magyar szakos tanár vagyok, és szeretem, amikor a természetes alapanyagokat használjuk föl, illetve olyan dolgokat, amit újra hasznosítunk. Tehát nagyon sok háztartásban lapulnak olyan egyedi dolgok, amit csak kidobnánk, így vannak borosüvegek, például eltöltött csészén megmaradt a csésze alátét, és azt is kidíszítjük. Gyűjtünk hozzá a gyerekekkel ugye különböző makkokat, mogyorókat, tobozokat, és akkor ezeket díszítjük. Általában kötöző madzagot használok, vagy vászonanyagokat a díszítéshez, vagy zsákvászonanyagokat, de most hoztunk egy kis fényességet is az életben, mert pici gyerekek is jöttek, és ugye tudjuk, hogy a kicsiknek, amit csillog, az jobban tetszik, úgyhogy most picit bővítettük ezeket a dolgokat. A nagyobb korosztály az általában natur alapanyagból dolgozik, max egy kis sejem masnival díszítik a dolgokat, és a kicsiknek pedig hoztunk különböző színes bogyókat, szallagokat, kis szánkókat, és ezeket díszítettük ki, és nagyon élvezték. A kedvenc, nagy kedvenc, amire nem is gondoltam, mert tavaly aznak annyira nem volt sikere, a filcanyagból készült fenyőfá díszek, illetve ezeket pálcikára felragasztották meg hasonlókra. És akkor a kis fa keverő pálcikákból pedig csillagokat készítünk, abból ajtódíszeket, asztaldíszeket. A kedvenc most a borosüveg, most mindenki borosüveget akar díszíteni. Egy kis szallagot teszünk rá, egy kis tobozt. Nem díszítjük túl, mert a kevesebb az néha több.
A kicsiktől nagyon sokat tanulunk, mert a kicsi gyerekeknek olyan meglátása van, hogy olyan ügyesek, hogy tényleg le a kalap előttük. Például Adélkának a kislánya, Cseng, egy olyan kompozíciót hozott össze, amit mi 3-4 egyedi kis alkotásnak tudnánk, és a kis szánkót összehozta a fa alappal, és egy kis történetet mesélt el ezzel, egy téli történetet is nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy meg is lepett, pedig még kisiskolás, és olyan büszkeség tölti el a lelkemet, hogy a gyerekek akarnak, nem csak a telefonon csüngnek folyamatosan. Itt nem is lehet látni telefonozó, se főiskolás, se kicsi gyereket. Az adventi kézműves nap végére egy tanszék sem maradt ajándék nélkül. Az ügyeskezű alkotók ezekkel az apróságokkal szerették volna még közelebb hozni a főiskola munkatársai számára a közelgő karácsony ünnepi hangulatát.